A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Ez itt az Eskügyári, az új műsorunk, amiben a ti tuningautóitokat fogjuk átnézni, kielemezni, megszakérteni. Ebben segítségünk lesz Ágó Béla, okleveles járműmérnök és Formula 1-es gépártevő. Úgyhogy ha szeretnétek erre jelentkezni, akkor a leírásban van egy link, és ott egy űrlap kitöltésével ezt meg tudjátok tenni. Aztán lehet, hogy magatokat fogjátok itt visszanézni. Így van, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is. Valami zörgött az előbb, hallott? Zörgött? Igen? Hát meg szerintem ez az ELT-sem gyári. Basszus. Bár csak ilyen fénye lenne egyszer bármilyen autómnak. Igen. Ez nem így nézett. Be. Szervusz. Szia. Szervusz. Szia. Szia. Mai vendégünk Baranya Pál, és át is adnám a szót. Hát hoztam nektek egy 92-es Zsigulit. Ő egy picit összfér, ő 21061-nek született, de hát a 06-os Kaszni 1005-ös motor. Ugye itt, aki ismerős neki, az eleje, ez már nem az, ez egy 03-as front. Egy Kassa Motorsport által épített 1.6-os motor van benne, kis tengellyel, nagy szeleppel, 40-es Weberekkel, kapcsolókörmös váltóval, gyári ladahíddal. Ladahíddal. Tudtam, el ezt szokták nagyjából először lecserélni Mitsubishira vagy valami hasonló. Igen, de ez egy kicsit ilyen klasszikus, tehát ez próbáltam ezen az igazi Lada feelingen megmaradni. Tehát itt a gyújtás is elosztós, a híd az Lada, első futóműben van egy-két változtatás, kormányműve az már nem Lada például, de... Annyit mondj nekem, mi volt ezzel az autóval a cél? Mert látom benne az ötpontos öveket, látom benne a kagylókat, látom benne a komoly csövet, ugye ez azért nem csak egy megtámasztott kapu, hanem annál azért jóval több, de hogy mégsem annyira elvadult építés, tehát ez most ilyen veterán versenyautó, vagy rekreációs szórakozó, tehát szobor? Valami ilyesmi, nem volt ezzel cél, hogy ezt komolyan versenyezzen, inkább egy ilyen utcán is használható találkozókon, bemutatókon, én ilyen veterán rendezvényen használom, retro versenyeken. Valahogy ez volt a cél. De hát nem, rallira nem készült ez az autó soha. Annyit mondj, hogy amikor mondjuk egy most 50-60-70 éves ember, aki benne volt a motorsportban mondjuk a 70-80-as években, ezt meglátja, mit gondol, hogy ez autentikus és király ebben a formában, vagy ezen azért már így érezni a modern időket? Felteszem, te még leginkább gyerekként láttál ilyeneket menni. Hát én körülbelül 30 éve ladázom már, tehát nekem ő már a 88. Zsigulim körülbelül, és ebből volt több versenyautó is. Ő nagyjából autentikus. Tehát van egy-két változtatás, ami annak idején nem volt, például a fogasléces kormánymű. Itt a kapcsolókörmös váltó is nem ilyen formában létezett 10-15 éve, ugye itt már ez úgynevezett helyén egyeses, szépen kapcsolható, nem igényel olyan nagy odafigyelést. De hát egy nagyon picit modernizálva van, de így, amiket elmondtam, hogy a hagyományos Weberes motor, hagyományos gyújtás, gyári hajtás, gyári diffi, emiatt azért mégis egy ilyen klasszikus vonalat képvisel szerintem. Béla, benned mit indít meg? Mert nekem előkerült egy régi fórumbejegyzés, amit még 2101i néven írtál, mert... 2103. 2103i, bocsánat. Ez a 03. És mi volt az a bejegyzés? Sperdifikről értekeztél. Talán együtt voltunk annak idején a Zsiguli... Zsiguli.hu oldalon. Máig létező. Így van, az adatbázis még továbbra is megvan, sok jó átalakítási ötlettel, meg sok mondjuk olyan dologgal, ami úgy hát inkább csak az esztétikára jó. Nekem ebben az autóban most meglepett, én ezt viszonylag rég láttam, és hát majdhogy nem félteném. Tehát ez a fényezés, meg ez az állapot, ahogy most van vele, tényleg csak valami jó állapotú aszfaltos versenyen indulnék, ahol a szalagkorlát is olyan messze van, hogyha egy kicsit tévedek, akkor még igazi az még beleférjen. Nekem ez azt jelenti, nem láttam a motorterét, kíváncsi vagyok rá, megnézem.
és akkor már többet látok belőle, hogy mit is adhat. De egy elefántfül. Tehát az nekem, nem tudom miért tűnt el a mai világból, persze zajos, meg zúg, meg minden, de rendkívül praktikus, nagyon jó szellőzi át az utasteret, és tényleg van egy olyan érzés benne, amikor ezt használod, kinyitod, némelyik autóban még tekerőgombban lehet forgatni ezt az egészet. Ezek olyan jó dolgok. Elmúlt régi, de ha akarja valaki, akkor jött idejel. Akkor azt mondom, hogy guruljunk egy kört a telepen, hogy legyen meg egy kis hangélmény, meg egy kis látvány, meg hogy érezd a mechanikai összeszedettségét az autónak, hiszen erről szól a műsor. Így van, van benne egy jó kis fogas négyzetes kormánymű, azt egy óriási változtatásnak, és tényleg nagyon nagy fejlődésnek érzem, vagy gondolom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebben hogy musik. Jól érzem, hogy ez az autó, ez így tényleg így megreked kicsit félúton az utca és a versenypálya között? Igen. De akkor ez most egy ilyen létező legrosszabb kompromisszum, vagy legjobb kompromisszum? Nekem a legjobb, én nagyon szeretem. Mindenképp azért, az irányvonalat. Azért jó, mert csak a legszükségesebb dolgok vannak benne átalakítva. Aha. Ezáltal igen. Itt a problémák azok, hogy is mondjam, hogy talán kevesebb. Azért van, tehát millió dolog van benne, de csak kevés, ami nagyon szükséges. És ettől ezek még pont működnek. Jól hangzik. De talán ez is működik? Persze. Na, tehát hogy ezek jó dolgok. Igen, ez abszolút utcán használható, de hát van tompított, reflektor, index, fűtés. Mennyit megy ez az autó egy évben? Hát szerintem egy 500 kilométert maximum. Az egy tag. Sufficeltem. Már látszik itt egy érdekesség, hogy ez az öv, ugye, talán meg is találjuk rajta, hogy Hanszal együtt működne. Hans nem egy szimpatikus német úr, hanem Head and Neck Protection System, és oda is van írva, hogy for FHR use only. Ez az FHR pedig a frontal head restraint, tehát a fej visszatartó rendszer, hogyha egy kicsit ütközés történne, akkor ugye a fejed a sisakkal, a megnövelt tömeggel ne szakadjon le, hanem, de biztos nincs itt egy hanszod, ugye? Nincs, sisakot sem hoztam. És annak a rögzítése egy merev szerkezet, ami a válladon van, az öv ugye rászorítja, ahhoz van kötve a sisak, és ezáltal a rög korlátozza a fejednek a mozgását, mert ez arra való. Komoly viták voltak ennek a háznak a bevezetésről a motorsportról, és talán az egyik leghíresebb halottja ennek a kérdésnek Dale Earnhardt, amerikai NASCAR pilóta, aki nagyon komolyan ágált ez ellen, mert hogy korlátozta a mozgását vezetés közben. Ez aztán, így igaz. Aztán sajnos egy balesetben nagyon furcsán, ironikus módon ezért is hunyt el szegény. Az az ülés is korlátoz, aminek ugye a fejtámasza van, de a biztonság azt hiszem egyel fontosabb. A biztonságot úgy értjük, hogy a baleset már bekövetkezett, akkor ennek a következményeit csökkenteni. Behámozom magamat is ide melléd, és jó. Kamerázom azt, hogy vezeted. Akkor ez egy Porsche, ugye itt a baloldali indítóval. És akkor ugye a tipikus Lada kérdés, hogy most ebben hol van az egyes? Helyén. A helyén. Jó. Most talán közelebb vagyok a pedálokhoz. Szeretném mutatni a nézőknek, hogy nem Béla dilettáns. A pedál éppen, hogy... Pali 20 centivel magasabb nálunk. Van. Most megyünk hátra, ugye? Most alatunk. Az autó, ami mindig kalad. A kormány az viszonylag könnyű, de azért van vissza érítő ereje. Elég rövid úton jár, ahogy rövid látom. Rövid úton, és nyilván látod a kormány magasságot is, hogy mondjuk úgy az sem ideális nekem, de neki jó, és az a fontos. Ez 2000-ről is egész jól húz, ahogy említettem. Én nagyon kevés ilyet vezettem, de mindig az volt az alapélményem, hogy a karburátoros tuning motorok azok valahol jók. Jellemzően inkább 4000 fölött. Igen, de az, ahogy említette, hogy kis tengely nagy szelep, tehát ez nincs annyi forgatva.
könnyű, de jó. Kompromisszum lesz, sokkal nagyobb kompromisszum lesz, mint egy modern belső égésű motor, nem? Így igaz, így igaz. Nézzük is meg, mi van alul. Jól van, tolat várj rá szerintem tolatva. Mindenképpen. Vagy kérjük meg a tulajt? A tulajt, aki eléri a pedálokat. Nézd meg a kormányt, tehát ez a hossz, ugye a pedál kormány távolság is, hát neki ideális az ő termetéhez, és az fontos, ugye a versenyülés nem állítható, fixemmel van csavarozva, ezt gyorsan most nem tudjuk átalakítani. Viszont, hogyha már itt vagy benne, eskügyári, viszont ha már benne vagy, és fejvédelem, ezekről majd két szót. Azoknál a legfontosabb dolog, hogy ahol a bukós isak, illetve hát ezáltal ugye a versenyző feje, vagy a navigátor feje kapcsolatba léphet a bukócsővel, ott ilyen tűzálló, és meghatározott keménységű anyagot kell használni. Tehát a túl puha szivacs nem megfelelő erre a célra. Ugye nyilván azt éri el vele az ember, hogy ezt a ütődést csökkenti a programozott deformációval. Tehát ez viszonylag kemény, de a sisakkal kapcsolatba lépve pont arra jó, hogy azokat a lassulásokat az jó értéken tartja. Tehát nem szakad szét a... És ugye csöves autót vezetünk sisak nélkül. Jellemzően. Így van, jellemzően igen. Ugye ezek segítenek abban, hogy ezek a sérülések csökkenjenek, de valóban ez egy alap, főleg, hogy versenyen. Nyilván, ha gyorsan mész, akkor csöves autós sisakkal. Motor? Nézzük már meg. Pótrögzítő, ami előírás. Előírás? Én itt szoktam meg, úgy. Uh-huh. És akkor egyszer. Erről a pótrögzítőről mesélhetnél egy kicsit kapásból, hogy főleg egy ladánál, aminek ugye nem áll fönn a veszélye, hogy felpattan a géptető, miért van szükség pótrögzítőre? Jó, jogos a kérdés, főleg azért, hogy kívülről ki lehessen nyitni. Tehát el kell tüntetni a gyári motortér zárat, és külhőről elérhető két darab elemmel kell rögzíteni. Valóban a szél nem kapja föl, de ha tüzet kell oltani, vagy bármilyen beavatkozásra van szükség, akkor ezt kívülről meg lehessen tenni. Azt szokták mondani, egy Lada annál értékesebb, minél több benne a személynév. Kaszamotor, májkiváltó, szuromi tengely. Így. Meg az összes többi név felsorolhatnánk még, vagy 20, óriási a kultúra. Hatalmas a kultúra. Ez nagyon igaz. Haladunk afelé, ami mondjuk akár Angliában, egy Ford Escort kultúrában megtalálható, hogy vannak emberek, akik specializálódnak egy-egy feladatra, tudnak jó váltót csinálni, tudnak jó motort csinálni, jó futóművet, és így tovább, és érdemes ebbe az irányba menni, tehát nem kell nekünk otthon kísérletezgetni mindenféle dolgokkal, amire most jövünk rá, és azt lehet, hogy más már a saját kárán megtanult a 10-20-30-40-50 éve, egyszerűbb ezeket megvenni, tehát a névnek valahol itt van jelentősége. Induljunk el, kövessük a benzinútját. Kövessük akár a benzinútját, de először én meg ezen, hogy ez a gyári burkolat, ez a zajvédő burkolat megvan, a gyári tömítés, ugye, ami megakadályozza, hogy a valódi tűzfalon, a szellőző rendszeren keresztül bejusson bármi az utastérbe, például a benzin. Gyári támasztó? A gyári támasztó, igen. Igen, ezekkel a gyári zsanérokkal, minden. Tehát ez sokszor ez is akadály néha a 03-as szerű karosszériánál, hogy ugye itt a hűtő szélessége korlátozott, a többieknél ugye a zsanér az itt fönt van, tehát lehet növelni a hűtő szélességet, itt azért van limit. Benzin útját követ. Bocsánat. Mély filozófiai kérdés, tekinthetjük ezt resztomodnak? Mert ugye, ha mondjuk egy MST Ford Escortot nézel, egy Millington motorral, vagy 2-3-as Duratorka, akkor... Nekem azért... tetszik a korhű ventilátor, az eredeti hűtő, a tényleg az olyan megoldások, amik az eredeti megoldást vagy próbálják imitálni, vagy pontosan azok. Tehát nekem ez így tetszik, hogy most resztomod, de hát... De akkor a benzint. Yes. A benzin, ugye a két dupla karburátoron keresztül letetjük a motor, de a benzin ott a tűzfalon jön át, és mindjárt ott te találsz egy fekete dugót, amit ha leveszel... Levehetem? Leveheted. Nem így lesz. Nincs semmi, pénzem nem lesz. Pótolni, hogyha... Lehet... Igen. Légtelenítő? Üzemanyag mintavevő. Ó. Tehát lehet ellenőrizni azt, hogy valóban mi jut be a karburátorban, nem egy tankból, egy
kummantott kétfedelű tankból, vagy akárhonnan vesznek mintát, hanem ott, ami a karburátor előtt, vagy a befecskendező rendszer előtt megtalálható üzemanyag, onnan lehet mintát venni. De miért, mit tudom én, volt, aki rakétaüzemanyaggal hajtotta a ladáját? Vagy mi okozta azt, hogy erre szükség van? Ha nem csak a lada, hanem bármilyen más autónál is, alapvetően a kereskedelmi forgalomban kapható üzemanyagokkal lehet menni. És akkor innen kezdve tudjuk, hogy a határ a csillagos ég, meg van határozva az oxigéntartalom, nyilván az oktánszám, a különböző komponensek, az összetevőknek mind megvan az aránya. És hogy lehet ennél jobbat csinálni? Persze, hogy lehet, és a verseny nem arról szól, hogy ki a legjobb üzemanyag kémikus, hanem inkább az, hogy ki csinál jó autót, és ki tud gyorsan menni. Szóval ebben próbálnak valamiféle egyformaságot teremteni, hogy kereskedelmi forgalomban kapható üzemanyaggal, maximum 102-es oktánszámúval lehet versenyezni. Kérlek, elosztjuk a két ékszernek is jó. Így van, a két karburátorba az üzemanyagot. Ugye hallottuk bent az utastérben ezt a kotyogós AC-t, ahogy sokan hívják, ami kisnyomású üzemanyagszivattyú, pontosan arra jó, hogy egy karburátoros rendszernél nyilván van egy olyan ellennyomás, amit az úszó a tűzszelepre kifejtve kifejt, és akkor ott azt a nyomást nagyon határozottan be kell tartani, hogy nem lehet több a karburátorra vonatkozó nyomásnál. Itt ez megvan ezzel a kisnyomású AC-val, látod, nincs visszatérő ág, tehát csak idejövő ág van, ami nem feltétlenül jó, mert itt azért megmelegedhet az üzemanyag, főleg akkor, ha a rajtban állunk, és nincs sok elvétel, tehát nem megy be a motorba, akkor itt ebben a csőben és magában az úszóházban is felmelegedhet a benzin. Bocsánat, bennem felmerül egy kérdés, hogyha nincs visszatérő ág, akkor ha mondjuk leáll ez az autó, és rajta marad a gyújtás, tehát hogy megy az AC, tehát nyilván külön kapcsolója van, akkor el tudja árasztani? Csak ha hiba van, mert alapvetően az úszó olyan erőkarral rendelkezik a tűzszelepre, hogy elzárja ezt a nyomást. Ezért fontos, hogy kis nyomású üzemanyagszivattyú legyen, hogy elzárta a tűzszelepet, és akkor ebben a rendszerben nincs áramlás, lezárt, egy állandó nyomás van benne. Nagyon sokat legóztam gyerekkoromban, és a technik volt a kedvencem, ezért ez a rudazat, ez nagyon megfog a csuklókkal, a rugókkal, a mozgásával. Igen, itt az hengerenként van egy pillangószelepünk. Hengerenként van egy pillangószelepünk, így van. És ha jól sejtem, ez egy hangolt hosszúságú leömlő, tehát ez okkal ekkora. Okkal ekkora, ha bár manapság Magyarországon azért vannak készen vásárolható szívócsövek, ehhez is tudsz mondani egy nevet, és akkor van alumínium szívócső, van vas alapú szívócső, és azzal élnek sokan, tehát lehet ugyan játszani a hosszával, a fordulatszámmal, de ez a hangolt szívócső egy karburátornál azért nem itt ér véget, hanem maga a karburátor, és ha ezen belül levő tüte hossza, ez a szívócső hossz igazából. A légoszlop hossza az annyi lesz. Milyen felületes a tudásom? Na de, elértünk a hengerfejig. Értékeld kérlek ezt a szakaszt. Mi az, amit máshogy csinálnál, mi az, amit lehet jobban, és mi az, ami kifejezetten szép? Van a cold erinték, uh-huh. Meg van a hot erinték. Na ez ott valahol határeset, ugye? Tehát hiszen itt már a hűtő mögött vagyunk. Pontosan a hűtő mögött vagyunk. Nyilván van egy nagyon jó hővédő lemezünk, a kipufogó csonk és a szívócsonk között, tehát ha ezt most is megfogom, ez azért nem meleg egyáltalán. A fémlemezt most inkább nem próbálom ki, hogy mennyire meleg, de az valamit ér ugyan. Ide egy intenzívebb hideg levegő beáramlást tudnék elképzelni, akár onnan lentről irányítva, hogy itt több hideg levegő legyen. Nem annyira probléma ez, hogyha az autó halad, ha bár akkor sincs hűvös bent, de tényleg, ha kicsi a sebesség, vagy rajtnál, bizony, hogy jól bemelegszik a keveré. Ez egy elektronikusan vezérelt gyújtású autó? Nem, ez még hagyományos gyújtás. Elosztónk van, ugyan, elosztónk. És ha most itt megnézem, hogy a trafóhoz itt van valamilyen gyújtásmodul, tehát akkor valószínűleg ilyen haljeladós gyújtás lehet. Erre gondoltam, hogyha itt esetleg nagyon elkezdene melegedni a beszívott levegő, akkor ő vissza tudja venni az előgyújtást, hogy ki 13-as villáskulcssal, igen. Értem. Tehát akkor a melegedés még ilyen szempontból is. Igen, és ugye egy keverési arány az igazából tömeg-áram függő. A meleg levegőnek ugye ugyanannyit érfogatra kisebb lesz a tömeget, tehát elmászik az is. Finomságokról beszélünk, hogyha nagyon éles a küzdelem, akkor erre érdemes odafigyelni. Ha hobbi célra van, akkor gyönyörű.
Minden a fejben dől el. Ja, az így van, így van, így van, így van, hengerfejben. Hengerfejben. Többi dolog szép, ezek a megoldások azért alakultak ki, mert ragaszkodunk nagyon sokat a gyári gázpedálhoz és ahhoz a rudazathoz, tehát annak itt van a vége, és innen van kialakítva egy olyan sorozatban kapható, ezt is gyártják, tehát nem egyedül találták ki, hanem ilyet lehet venni, amivel gázfordítónak nevezik, látod ez a két arány, ez nagyon eltér ez a két erőkar, és ezáltal a karburátor működtetését meg lehet oldani, hogy a teljes 90 fokot kimozogja ez az egész rendszer. Tehát egy kis mozdulathoz itt sokkal nagyobb áttétel tartozik, és gyönyörűen lehet adagolni a gázt, csapádja, stb. Tehát ez úgy meg van csinálva rendesen. Tehát azt mondod, hogy hobbi célra tökéletes? Abszolút. Ha az utolsó tizedekre hajtasz, akkor lehet fejleszteni. Úgy. A többi is gyönyörű megoldások vannak benne, a kiegyenlítő tartály, ahhoz tartozó csövezések egész jól meg vannak oldva. A gyári hőpatron van használva, tehát az kapcsolja, az is olyan jó régies, tehát hogy nincs űrtechnika benne, de szépen meg van csinálva, a kábelezés is, és a gyári megoldású hűtőventilátor kapcsoló kapcsolja igény szerint a hűtést. És akkor sajnos előbb nem ment át az a kellemetlen szóvicem, hogy minden a fejben dől el. De tényleg az volt a meglepő élmény az autóval, hogy megy alacsony fordulaton is. Ugye hallottuk, hogy azt mondta, hogy kis tengely, nagy szelep, az azt jelenti, hogy ha bele gondolunk, egy legyen az ősatja a fordulatszámnak, a Honda V-Tech, hogy annak a tengelye, a vezérmű tengelye mondjuk ilyen 280-290 fokos. Ez azt jelenti, hogy egy cikluson belül hány fokig tartja nyitva? Így van, főtengelyen mérve 280-290 fokig tartja nyitva. Úgy, hogy ugye egy szívóütem az igazából csak 180 fok, tehát előtte is, a szívóütem előtt, illetve a szívóütem után is nyitva van még a vezérmű tengely. Ez az úgy, hogy összenyitás? Az majd akkor jön, ha kipufogó szelep a szívó szeleppel, de ebből annyi a lényeg, hogy egy szám, ami 280-290 fok. Egy viszonylag jó négy szelepes motorra. Két szelepeseknél odáig jutunk, hogyha jó hengertöltést akarunk, akkor 300-320 fok fölé megyünk szelepnyitással. A 180 fok szívóütem, amíg megy le a dugattyú, előtte is nyitva vagyunk, egy 60-70 fokkal, meg még utána is nyitva vagyunk. Ez borzalmasan sok, ezért nem megy alulról némelyik nagyon erős motor. Ebben az a 296-os tengely, amit mondott, az azt jelenti, hogy kb. Azon a szinten vagyunk, mint egy ilyen Honda motor. Nem lesz nagyon nagy magas fordulatszámunk, mert a hengertöltés nagy fordulatszámon nem lesz túl jó, viszont elindul alulról, tehát 2000-ről gyönyörűen lehet terhelni, autózható, a 3-4000-ről meg már tényleg egészen jól elindul, ezzel jó élettartam is van, valószínűleg nem fog ez a motor 9000-et pörögni, de pont jó, pont tudod használni a váltót, megy, egy rövid végátétellel imádnivaló lehet. Nem látjuk a leömlőt, vagy legalábbis én nem láttam még a leömlőt, felteszem, te megnézted, azért szívómotorról beszélünk, teljesítményre hangolt szívómotorról beszélünk. Ehhez is van kész megoldás, hogy ehhez a tengelyhez és ehhez a szelephez. Ez a leömlő ajánlott, vagy pedig ezt az ember ilyenkor a saját ízlése és számítása alapján legyártatja? Itt az ízlés, a pénztárca, az nyilván ugyanúgy szerepet játszik. Vannak kész megoldások és egész jók, tehát ugye a legfontosabb talán a hossza és az átmérője. Az átmérő sokszor azon múlik a történet, hogy túl nagy átmérővel alacsony lesz a légsebesség, tehát az impulzus a kipufogó gázoknak és az ottani lengések azok rosszak lesznek. Én a szemre, hogy ránéztem, nyilván gyorsítéletet nehéz mondani, nem vagyunk ilyen mindenhatók, de úgy egészen jónak nézik, és főleg az számít, hogy mit éreztünk benne, az meg úgy egészen dolgot, és a hangja is szép. A show az csúcs. Nagyon rendben van, az a klasszikus megoldás az olajszűrőn, a lelazulás elleni pótrögzítés, ugye a motor remegése miatt hajlamos volt néha az olajszűrő lelazulni, ezt úgy oldják meg, hogy egy bilincset tesznek rá egy lemezzel, ami beakad a blokkba, és megakadályozza azt, hogy egyszerűen lelazuljon. Baromi egyszerű megoldás, ugyanúgy a remegések és a kartergáz ellen van a nívópálcához akasztva egy rugó. Tehát ha megnőne a kartergáz nyomása a blokkban, ugye a blokk a hengerfejjel ugye össze van kötve belülről a kartergáztérben, akkor ez a rugó visszahúzza a nívópálcát és nem engedi, hogy kilője bármi. Legyen ez akár egy olyan gyújtás, ami nem kívánatos, hogy picit
nem akkor történik, amikor kellene, és ezáltal megnövekszik a kartergáz mennyisége. Bármilyen probléma van, akkor ez megpróbálja ott a helyén tartani. Nagyon, nagyon ügyes megoldás. Összességében nem csak, hogy szép, de azért eléggé elővigyázatos, rögzítve vannak a kábelek, még a kartergáz is, minden rögzítve van. Harisnya? Így van, harisnya, ami egyrészt jó, másrészt meg még szép is. Igen, nem tudom, tehát van egy végdob, ami úgy még van. Akár gyári ladának is tűnik, és utána ez a megvastagított szakasz, ez mi, mert ahogy belenézek, ez nem üres. Ez egy katalizátor. Itt. De mi értelme van annak, hogy itt van a katalizátor? Annak az az értelme, hogy itt van a legkisebb rossz hatása a gázlengésekre, az áramlásra, mindenre. Viszont szabály szerint előírás, úgyhogy ide beraktak egy katalizátort, itt van előtte a mérőszonda helye, tehát itt lehetne azt megmérni, hogy ugye eltér-e a Nem. Itt van egy szonda, itt lehetne megmérni egyrészt azt, hogy itt mennyi a lambda arány, illetve egy kamerával be is lehet nézni, hogy működik-e, benne van-e, hízzik-e. De mondjuk ebben az esetben nagyon szerencsés, mert hátulról is látjuk. Vannak ennyire keménykötésű gépeltvevők, hogy ezt meglépik? Itt könnyű belenézni, de igen, tehát azért ez egy ellenőrendő tétel. Ez tényleg a barátság megmaradása miatt van, környezetvédőkkel is így jó viszonyban lehet maradni. Katalizátoros autó megy. Hátul menjünk tovább. Megmaradt ugye a Lada híd, amit mondtunk. Ezen nagyon meglepődtem, hogy ugye ezt jellemzően leszokták cserélni. Leszokták. Mitsubishi hídra. Valamiféle pick-upnak. Pick-upnak a hídjára, ahol elég rövid az áttétel, van bele sperdifi, és ami a legnagyobb probléma ugye a Ladánál, hogy ez az átmérőjű differenciálmű korlátozottan képes a nyomatékot kezelni. Emellett persze el is hajlik, meg van minden deformációra probléma, de a legfontosabb az volt, hogy a diffik nem nagyon bírják a diffire, most itt a haránthajtást értjük, a kúp és tányérkereket, azt szokta megadni magát. Ehhez a teljesítményhez valószínűleg ez elegendő. Ehhez a felhasználáshoz. Állítható lengéscsillapító. Ó, tehát hogy nem egy potmétert tekergetek, hanem egy darbenit beledugok. Így van, tűvel. Tudod állítani. Állítható a Panhard route. Bocsánat, ez a ki- és berugózáshoz tartozó csillapítás egyaránt, ugye? Tehát jellemzően egyben állítja a kettőt. Igen, a konstrukciót elképzelhető más is, de a klasszikus az így szokott működni. Itt is ugye már nem gumiszilenteket használnak, az összes bekötés, ha jól látom, akkor egy gumi házas GSM-es csuklóval van, magyarul védve van a kosz ellen, és nem deformálódik a gumi miatt. GSM-et használunk a direktsége miatt, a közvetlen kapcsolat miatt, hogy a lehető legkisebb legyen a holtjáték. Gumit használunk, hogy kényelmes legyen. Kívülről elvéd. Ennél kívülről megvéd. Utcai autónál. Pontosan autónál. De akkor itt a gumi, tehát ez nem egy gumi ágyazású GSM, egy gumival védett GSM. Így van, egy gumi harang, vagy egy védő gumi réteg van körülötte, amin belül ugye lehet kenni, stb. Itt is nagyon ügyesen el van tolva ez a támadáspont, legtöbbször ez beleér a differenciálműbe, vagy ebbe a betöltő, illetve szintcsavarba. Ezt nagyon ügyesen hátra tolták, itt is mind a két oldalon. A lengéscsillapító is jobban elfér, meg a diffi is. Tehát egy picit hátrahozták, állítható, jobb almenettel be tudod lőni azt, hogy a hátsó híd középre kerüljön, nyilván nem ebben az állapotában, hanem a nullpontban, és ez tökéletesen jó. Nagyon sokan elrontják azt, hogy középre rakják az állítót, a kritikus keresztmetszet középen van, óriási hiba, ez nagyon helyesen a végén van, ahol a kihajlásra legkevésbé van igénybe véve ez a menetes rész, úgyhogy tök jó ki van találva. Zseniális ez a műszaki megoldás, a Ford egészen 2013-ig így árulta a Ford Mustangot. Nem tudom, hallottál erről. Például láttam ilyet. Béla, ha már eljutottunk így a hídig innen a lökhárítótól, kérlek, értékeld, és mondd el, mit lehet jobban csinálni. Gyönyörű. Tehát most a fényezésről nem is beszéltünk, meg a varratokról, meg a pótkerékrögzítés, meg a gumi, meg minden. Itt most ebben nem lehet. 100%. Tehát itt azért olyan apróságokban lehetne, betömném ezt a lukat, de ezek semmi. Tehát ezek egy, látod, meghagyták az eredeti féket is, hátul is. Tehát ez szerintem teljesen jó. Innen már látszik a kanyarstabilizátor, kapott a hátsó tengely egy kanyarstabit, ami gyárilag nincs benne, ez is állítható. Ha végig gondoljuk, akkor ugye a két-két bekötés miatt ugye igazából 3 fokozatban állítható, plusz a kikötött állapot,
ez nagyon jön javítja, ugye a hátsó kanyar stabilizátor az csökkenti az alulkormányzottságot, növeli a túlkormányzottságot, tehát jobban tolja a fenekét. Ha túrná az orrát, akkor egy ilyen kanyar stabilizátor az nagyon jó. Eleve ugye a karosszéria dőlés csökkentésére van, tehát ha nagyot billen az autó, akkor ezek segítségre vannak. Ezek alapok, elvek, ezeknek a finom hangolása az igazi feladat. Versenykilométerek, tesztkilométerek. Úgy. Pénz, gumi, minden, idő. Ugyanúgy állítható a bekötőrudak, a futómű bekötőrúdjai. Ugye itt van egy rövid és egy hosszabb bekötőrúd, itt is a hídnak a karosszériához való helyzetét lehet, és nagyon picit lehet azt is állítani, hogy a híd, ezzel együtt a differenciálmű, hogyan álljon a fix ponthoz, tehát a karosszériához képest, ezzel a szögeket meg vibrációkat lehet kiegyenlíteni. Itt van egy érdekes elem, ami elég népszerű, ugye a Lada eredeti hardi gumia. Ezt akartam mondani, hogy ez BMW hardi? Így van. A legtöbbször a BMW van, amikor Mercedes, ezt nem tudom eldönteni, hogy melyik kettőt is szoktak alkalmazni, de ezt majd Pali biztosan jobban tudja, hogy melyiket építette be. Ugye a hardi gumia rugalmasságot adja a kerék és a motor között, kiméli a hajtásláncot, elsősorban a váltót. Ha ez elszakadna, akkor ez az elem arra szolgál, hogy ne tudjon átfordulni a kardán tengely a váltóhoz képest. Ennyi játéka, illetve mozgás lehetősége van ezen a csapon, ebben a furatban. Ez azért jó, mert be tudom fejezni az etapot, vagy azért csak jó, erre, mert hogy nem szakad le és kezdél itt szétverni a dolgokat? Csak erre, a leszakadást más is megakadályozza, de itt csak arra való, hogy megmarad a hajtásod gumi nélkül, rendkívül zajosan, borzalmasan, azt hiszed, hogy már itt mindennek vége, de nem. Ez a kis alumínium megoldás átviszi az autót, és ki is van merevítve fölül, ez még külön piros pont. Tehát ez úgy van, ahogy kell. Kartervédő, hát ezt ismerjük, és akkor eljutunk a... Bocsánat, én nem értek hozzá, de a kartervédőnek ez a fajta bekötése, hogy itt a, hát a nyúlvány aljába csatlakozik be egy ilyen drót. Szovjetunióból származó megoldás, a gyors cserét teszi lehetővé, tehát elől a csavarokat oldod, és ha lebillented az elejét, akkor ebből a nyúlványból ennek a tartónak könnyen ki lehet csúsztatni, és az erőket, amiket a valóságban pofonokat kap, az pedig megfogja elől is, illetve hátul is, hogyha fel van ütköztetve, akkor ez az egész megfogja. Ez az egyszerűsége, hogy gyorsan legyen szerelhető, nagy furat beletalál. És a lényegi különbség a Ladához képest. No, ami már te is észrevetted? Egy elvi különbség. Igen, meg hallottuk is. Ugyanúgy a futóműnél megmaradt az eredeti fék, ezt már megbeszéltük, és ha az én kedvenc anti-tuning fogásom, amit a legtöbb ladás elkövet, hogy ezt az alkatrészt leveszik a lengők arról. Ez micsoda? Nem is látom, lehet, hogy rossz szögben ez egy nézem. Festett vas. Na, annál több. Igen. Nézd csak meg ezt a csavart. Ez a csavar egy, illetve ez már egy zárt anya. A csavarra fönt látod a párját, ott már meg lehet nézni, milyen a másik. Ez a zárt anya felfekszik ezen az ütközőn. Ez egy végállás? Ez egy végállás. Ezáltal nem a kormányművet törjük szét, amikor a kerék mondjuk fölrepül, és az autó is leérkezik így, akkor ez az ütköző itt megfog mindent, nem megy át a kormányműre az az erő, ami egy becsapódáskor, egy balesetkor, bármikor éri az autót. Egyrészt nem kerül a kormánymű, az irányítókar olyan helyzetbe, hogy egyenes lesz, és kvázi beakad a kerék, csökkenti egy picit az elkormányzást, de az összes erőt ez átveszi. Záródik itt az erőfolyam, tökéletes. Szerencsére gázállással pótolható. Azzal igen. És akkor itt van a másik csoda, a fogasléces kormánymű, ami óriási fejlesztés. Ezt nem tudom, miért nem lépték meg, az egész konstrukció adódik, a Seatoknál már megtalálható volt a fogasléces kormánymű, ami ugyanúgy 124-es alap. És ez egy érdemi különbség a gyári csigás kormányműhöz képest. Itt még ugye van egy kis módosítás is az irányítókarnak, geometria javításra, és nagy polszki csonkkal van szerelve, ami megint csak nagyon népszerű manapság a ladák körében. Ha jól sejtem, a felső a Lada gyári kormányműve. Így van, egy csigás, átlagos kormánymű, ami nagyjából úgy néz ki, hogy itt van egy csigás kormánymű, ami azt
azt a mozgást, vagy úgy adja át a kormány mozdulatot, hogy van benne egy áttétel, természetesen a kormánykerék és ez a kis irányító kar között, és ez a kar, ez ugye ez a külső pontja egy körív mentén mozog. Ez mozgatja majd a kerekeket az összekötőkön és a kerekeknél levő irányító karokon át. Nyilván mivel egy köztes nyomtávrúd van benne, ez a pont is ugyanígy forog, tehát ez egy kör mentén mozdul, ahogy itt éppen mondtam. Ezzel szemben a fogaslécnek az az igazi előnye, látszik, hogy eleve kevesebb elem van benne, és ez a pontja a kormányműnek, ami mondjuk nagyjából itt tápláljuk be, ez egyenes. Nem köríves mozgást végez? Nem köríves mozgást, hanem egyenes mentén mozog. Kevesebb az alkatrész, kevesebb a holtjáték, kisebb a tömege, kisebb a helyi igénye, és a kormányzás szempontjából sokkal jobb azért, mert ez az egyenes mozgás jobban kiszámítható kerékelfordulásokat okoz, és kisebb a kormányerő. Amikor ebbe beültünk, abban is érezni, hogy oké, nem szervós, de ezzel együtt a klasszikus ladához képest, hát azért ég és föld. Beszélj egy kicsit kérlek a szubjektív érzetekről, mert hogy én már nagy ritkán vezettem még dobozós, csigás, kormányzású autókat, de azért 99%-ban inkább fogasléceseket. Hogyha most valaki mondjuk 2010 után szerzett jogosítványt, és nem is került soha kapcsolatba csigással, mi a fő eltérés, amiket szubjektívan érzel, amikor eltekered a kormányt egy ilyen autóban? A holtjáték az első, a megindításhoz szükséges egy kicsit nagyobb erő, tehát van egy holtjátékod, aztán amikor már megszűnt ez, akkor a megindításhoz egy kicsit nagyobb erő szükséges. Ez a legfontosabb, ha szervótlan, akkor az, hogy egy picit nehezebb. Amikor meg van terhelve, akkor ez jobban előjön. Tehát minden erő, amikor az autót leterhelted, jobban tapad a gumi, stb., akkor azért még inkább érzed, hogy a kormányt egy bizony nehezebb tekerni. Sokszor ezt azzal kompenzálják, hogy az áttétele más. Tehát ütközéstől ütközésig mondjuk kell, nem ritka, hogy 3,75-4-et kell tekerni egy ilyen autónál. Míg a fogasléceseknél az erő miatt ezt rövidebbre lehet venni, tehát direktebb a kormányzásod. Még akár kisebb erő mellett is direktebb, ez nyilván az áttételezés függvénye. Persze nagyon sok múlik azon, hogy milyen hosszú ez az irányítókar, de az már inkább a futóműgeometria kérdés, hogy hova helyezik ezt a pontot, hogy jól forduljon az autó. Az áttétel az egy külön dolog, úgyhogy ezt érezhetjük nagy különbségnek. Itt ez a fejlesztés megtörtént, ez az autó, látjátok, rendszámos, tehát sportrendszámos. Ennek van rendes gépkönyve, van homológlapja, a fogasléces kormánymű is benne van ebben a VO-s homológlapban. Jól sejtem, hogy a futómű geometrián belül a kormánygeometria az egy önálló tudomány? Nagyon jó, az a legjobb. Igen, önálló tudomány. Szerintem egyszerű dolog, csak végig kell mindent következetesen gondolni, hogy mihez képest mozog, honnan nézed, mi a viszonyítási alap. Ugye most itt a kormánymű az, ami a karosszériához van rögzítve, jó esetben gumiszilent nélkül, van, amikor mégis gumiszilenttel, annak is van egy kis elmozdulása, és onnan kezdve jön az egész kormánygeometria, ami nagyon jó. Berugózik a kerék, kirugózik a kerék, itt is láthatod, hogy milyen geometriánk van, amikor kirugózik a kerék, még nem is olyan borzasztó. Tehát igen, ez az egyik legszebb, a futómű geometria és a kormányzás a legszebb terület. Kérlek értéked innen, mondjuk azt, hogy a Harditól előre. A Harditól előre, hát megint az alja olyan szép, hogy örülnék, ha minden autó így nézne ki, de ez, azt hiszem, hogy ez példaértékű. Hát hogy tudnám értékelni másképp, mint a klasszikus lájkkal, tehát egy dupla lájkot érdemel ez az autó. Nagyszerű. Használt, de gyönyörű. A legindokoltabb kérdés. Ez a cső, ez egy homológ cső, szakember által gyártva, ha jól gondolom, és hogy ezt hogyan jelzik nekünk, kell valahol lenni egy kis plakettnek, ha jól emlékszem, nem? Jól emlékszem mindenre, tehát lehet még terveid is vannak ilyennek. A plakett az ott szemben a főíven található belül, a kivitelezése pedig tényleg, hát akár a varratokat nézve nyilván, akár a festést vagy a hajlításoknak a minőségét, ugye, hogy nincs megrogyva az anyag, hát nagyon, nagyon szép. Nem néztem, hogy ki a gyártója, de egészen jó. A konstrukció, ugye van egy főívünk,
ehhez kapu? Tartoznak. Így van, kapu. Van benne az a fő ívben található átló, kettős elem, aminek szükségesek merevítéseket tenni. Erre a minimumra megvannak az előírások, hogy mi az elvárás. Ő azt építette meg, ami mindenhova jó. Tehát benne van az oldalsó kettős védelem, benne van az első, az A-oszlopnak a kitámasztása, és ki van vezetve a toronyhoz is. Ugye az megint csak a kerék utastérben jutását is megakadályozza, mind a mellett, hogy természetesen merevíti is a futóművet, és a hátsó kitámasztásban neki is megvan ez a kettős átló, ami a tető merevítéshez kapcsolódik. Ebben nagyjából minden benne van, ami kell, azzal a csővel együtt, ami a biztonsági övet, megfelelő szögben futó pántokon a helyzetét. A megfelelő szögről egy kicsit beszélj nekem, mert hogy itt ugye arról van szó, hogyha ez túl meredek szögben érkezik, és a test előre lendül egy impaktnál, akkor a egyenlőszárú háromszög révén megrodgyantja az embernek a gerincoszlop. Elsősorban az a fő baj, hogyha ugye ennek a lukban kell futnia a biztonsági övnek, és ezáltal a válladat nyomja össze. Ennek a lefelé mutató komponense rogyasztja össze a gerincedet. Ez az egyik, így van. A másik, hogy ha ez a pánt nem viszintes, hanem egyre inkább lejjebb megyünk, akkor előre mutató komponense csökken. Magyarul arra abba az irányba kevésbé terhelhető, kevésbé fog, kevésbé tartja vissza a testedet. Ha ezt függőlegesen vezetnéd lefelé, akkor nulla komponenst tudna, nem tudsz megemelni, viszintes kötéllel függőlegesen terhet, és fordítva is igaz, itt, amikor a tested előre repülne, akkor ez a kötél nem fogja meg, gyenge lenne, nem lenne megfelelő az a nyúlás, ami ebben a szalagban benne van, ez hiányzik, ezt sokan elfelejtik, de a gépátvevők erre igen erősen figyelnek, tehát ők azért odafigyelnek arra, hogy ez a szög megfelelő legyen. Itt nem csak a lejtés fontos, hanem hogy oldalirányban is hogy fog, tehát ha oldalütközés van, akkor ez az öv pánt megfogja a testedet a nyakad, illetve a hanszon keresztül az oldalirányú elmozdulások ellen is. Annyit emlegetted a kötés szót így az elmúlt másfél percben, hogy hova kell, most egy kicsit vissza a bukócsőre, hogy hova kell bekötni a bukócsövet. Lemezre nem csatlakoztatjuk, statikai elemre csatlakoztatjuk, de itt annyi cső van, hogy hát nem is tudom, hogy van ennyi statikai elem egy ladában. Hát itt is az a kérdés, hogy ugye nem a rossz megoldást kell kiszűrni, hanem inkább a veszélyest. Praktikus statikai elemre kötni. Tehát olyanra, ami futóműbekötési pont, vagy bármi olyan elem, ahol erőbevezetés van, így van a karosszériába. Egyébként ennek igazából önálló élete van, tehát a bukócső képes lenne arra, hogy megfogja a borulás esetén egy keretet, egy ketrecet képezzen az utasok körül. De praktikus, ugye ellenlemezeket kell beépíteni, ez tényleg egy hosszabb beszélgetés lenne, de ellenlemezekkel kell a karosszériához, megerősítő lemezekkel kell a karosszériához rögzíteni. Nyilván heggesztéssel ezeknek a méretei, anyagvastagság, felület, ezek mind megvannak, a csőnek is ugye a falvastagság átmérő, nyilván anyagminőség is természetesen ugyanúgy megvannak. Ezek mind fontosak, látod itt, ahol elmennek elemek, ott még hozzá rögzítik a karosszériához, hogy még ez is adjon külön tartást például ennek a B-oszlopnak, itt a sárvédőhöz, a doblemezhez is meg van rögzítve. Itt a két cső egymáshoz érintőben van, szintén össze van erősítve, tehát ez egy egészen jó, alapos, átgondolt konstrukció. Versenyülés? Versenyülés. Természetesen, ahogy a próbasoron láttuk, itt a méret a legfontosabb, nyilván ez hozzá van beállítva, ennek a magassága és a dőlésszöge is állítható, egy picit a hossza is, abban is vannak itt beállítási lehetőségek, tehát a hosszirányú beállítás szintén megvan, de nyilván itt jól kell kilátni, a navigátor egy picit kevésbé fontos, ő a súlypont alacsonyan tartásában játszik szerepet. Itt úgy látom, hogy talán a navigátor kisebb termetű lehet, mint a vezető. Nagyon sok ember van, aki kisebb termetű, mint a vezető. Vezetékelés. Ezt akartam kérdezni, hogy a vezetékelés biztonsági szerep, meg esztétikai szerep, tök jó nem beleakadni és szétrúgni mondjuk egy vezérlőt, de hogy erre van valami irányelv, vagy ezt az ember egyéni igényessége szabja meg? Így van, irányelvek is vannak. Tehát például, ha ide benéznénk a bukócső és a karosszéria mellé, pont elférne a vezeték. De az első balesetnél a karosszériát
rányomnánk a bukócsőre, azonnal rövid zárlatot, akár tüzet is okozhatnánk. Tehát például a bukóketrecen belül kell a szabályok szerint vezetni a... Mennyire egyszerű szempont, de sose jutott volna eszembe. Ugye, így van, mert egy ablakmosó tartály az még az nem baj, ha itt van, de egy akár folyadékok, más folyadékok, tehát hidrolika folyadékok, vagy ami nyomás alatt van benzin, vagy ne adj Isten elektromos vezetékek nem mehetnek. Innen kezdve például a benzinvezeték is úgy látom a karosszérián belül megy, az megint a felverődő kövek ellen egy jó védelem, és középen megy, ahol megint csak talán a leginkább védett helyen van. Minden ide van koncentrálva, alapos munkával és a rögzítésnek azt tartom fontosnak. Tehát nincs kidörzsölődés, nem mozog, hanem minden rögzítve van. Amellett persze, hogy védőhálóban is van, gyönyörűen átgondolt megoldás, nagyon tetszik. Amellett is benne van a gyári középkonzol, a műszerfalhéj. Igen, a fényerő szabályzóval, a csökkent fékfolyadékjelzővel, a vészvillogóval, igen, a köszigombbal, pontosan. És ugye itt volt a régi hangszóró helye, a régi Videoton rádiónak, ami ebbe a panelba. Azt látom, hogy a kézifék téged is nagyon megfogott. Meg az autót is nagyon megfogja, de hogy mi az a nagyon jó kis rögzítő megoldás, amit én most már több autóban láttam, de kérlek szemléltesd, mert nagyon jó. Egy sima ékről van szó, ami ebbe a fűrész fogazott részbe, ha csak ide hajtjuk, és meghúzzuk a kéziféket, nyugodtan akár ha olyan, akkor be is esik, ha nem esik bele, akkor bele lehet ide tenni, és a hidraulikus nyomást, amit a kézzel létrehoztuk, azt megtartja. Ugye itt a kézifék a hátsó kerekekre hat, és ebben a hátsó fékkörben megtartja a nyomást. Nyilván ez nem életbiztosítás, de egy rajt előtti pillanatokra ez tökéletes, és amikor meghúzod újra, akkor ha jól meg van kenve, akkor ez kiugrik belőle, de kézzel is ki lehet venni, és mehetsz tovább. Mellette itt található egy fékerőszabályzó, ami a hátsó fékkörben, tehát a hátsó tengelyen a féknyomást szabályozza, de inkább csak vezérli, és azzal tudjuk beállítani, hogy ne legyen túlfékezett a hátsó tengely. Ha a hátsó tengely túlfékezett, akkor az autó megpördül, de hát ezt tudjuk nagyon jól. Ez útviszonyoktól nagyon függ. Ha jó a tapadás, akkor az autó több fékerőt is elvír elől. Ha vizes az út, kevésbé jó a tapadás, akkor lehet a hátsó fékerőt is növelni, mert elől. Ezt szokták a pilóták on the fly, tehát belenyúlnak akár futam közben is, vagy előtte gondolkodnak, hogy mi lehet a jó? Az már az igen profi szint, amikor menet közben ezt állítják. Ha egy versenyre, egy adott körülményre, egy útra már belőik előtte, az már elég jó. És közben tényleg csak finom állítások vannak, ha megérzik azt, hogy túlfékezett lenne a hátulja. Van itt egy jelentékeny tartály a sofőrülés mögött. Ami... Nitro, nem? De csak a nitro, de nem kék, úgyhogy nem lehet nitro. Igen, beépített tűzoltórendszere is van az autónak, és abból sem a legegyszerűbb kivitel, hanem egy elektromos indítású, most úgy látom éppen szét van húzva a kisebb balesetek elkerülése érdekében. Tehát ez elektromos indítású ez a tűzoltórendszer. Amellett, hogy van kézi, ez a beépített tűzoltórendszer a csöveivel, a fúvókáival a lehetséges helyekre, tűz kialakulási helyekre indítja, irányítja a oltóanyagot, valamint védi természetesen a navigátort és a vezetőt a tűztől. Hogy képzeljem el, amikor ezt meghúzzák, kitölti habbal az autót, esetleg máshogy működik? Jellemzően porszerű anyag van benne, igen, és viszonylag hatékony, inkább a gyors felismerés után van ennek jelentősége, mert a beavatkozó tűzoltó autókban ott azért a 20 és 60 kiló körüli oltóanyag van, ez tényleg akkor hatékony, amikor gyorsan, hamar észrevezet, hogy probléma van, és el tudod indítani ezt a tűzoltó berendezést, és persze a kézi eszközzel rá tudsz segíteni. Mondj nekem még annyit, hogy hol vannak ennek a spricniei? A spricniejének előírt helye van, de a legegyszerűbb, ha te is leköveted akár ennek a vastag alumínium csőnek a vezetését, és akkor itt mindjárt találsz majd egyet itt a lábtérben. Tűzgóc? Így van, illetve hát megpróbálja a pilótát védeni, tehát ott a lábadra megy kettő. Egy homologizált rendszer, ennek a vezetése, mármint a csövezésnek az elvezetése, az szintén megtalálható a leírásában. És ha kinyitjuk is, visszaugrunk a motortérbe, akkor szerintem
ott is megtaláljuk a fúvókát, mégpedig... Azt hiszem ott. Meg is találtad, itt van. Igen. Az egyik, így van. Csúcs. Én azt hiszem, hogy ez az árérték arányban nagyon a helyén van, tehát ezt én maximálisan jónak látom. Tényleg pici-pici-pici finomságokat lehetne még javítani. Nyilván ide lehetne tenni egy védőt, hiszen itt is hozzáérhet. Ezt a próbakörnél taglaltuk? Vagy lehet, hogy ő annyira magas, hogy mondjuk nem férne el az autód, de akkor egy más konstrukcióra lenne szükség a csövezésből. Eredeti órák, ahol meg kell, ott más órák beépítve. Én szerintem ez nagyon rendben van. Kellően merev, mondjuk a kéziféknek a rögzítése, nagyon sok helyen ez mocorog. Nem is néztük még a levehető kormányt, ugye az is van benne. Könnyebb beszálláshoz, vagy akár a kiszálláshoz, testalkattól függően. Szerintem rendben vagyunk, én itt nagyon sokat nem tudnék javítani. Látszik, hogy komoly rally navigátori berendezések nincsenek benne. Egyfajta hobbi, vagy amatőr versenyzésre. Nekem van. Egy picit azért ebben már a dísztárcs faktor is benne van. Ebben félteném én is, pontosan ezt látom benne, hogy a kutya fülét, ez olyan jó meg van csinálva, annyi munka van benne, annyi olyan értéket képvisel, hogy... Ezzel már nem szívesen szórnád meg az erdőt. Hoppá! Ez itt egy áttételgyorsító? Ja nem. Ez, nem. Hiszen minek ez a szovjet típusú. Minek kéne áttételgyorsító, ha már egyszer fogasléces? Ha a fogasléc ezt meg tudja oldani, így van. Ott helyesen kell választani, ugye nyilván nem Lada típusról van szó, de egy Fiat származékról, és valószínűleg például a Ricni az egész jól egyezik, és az áttétel meg legtöbbször már szervós, elektromos szervós autóhoz találsz fogaslécet, aminek az áttétele meg már kellően gyors, jó az ilyen verseny célokra is. De láttad, hogy mozdítottam el a kereket, tehát az ellenállások olyan kicsik, hogy nem persze. Kellett erőlködni. Na, Béla, átengeded? Hogy elengedem-e inkább, itt már majdnem az a kérdés. Elengeded? Hát ja, kéne. A legnagyobb baj vele? Hogy nem az enyém. Nem nálunk van a kulcs. Így van. Közben vettem észre, hogy látod, még az eredeti tükör formájú tükör van rajta, igaz, hogy mattítva, de nem a karbon, talán nem is állítható, alig látsz benne valamit, hanem az is eredeti. Teljesen jó ez a kinézet. Egy jó lemezfelnivel tudnám még elképzelni. Szélesített lemezfelnivel. De hát... Ez jó, oké. Okay. Korhűség kapcsán. A korhűség, mindig a korhűség. Mondd, mik a további tervek az autóval? Esetleg ilyen sétak, mondtad, hogy ilyen éves szinten nagyjából 500 km megy bele. Körülbelül igen, fejlesztést nem tervezek, de hát ez így, ahogy van, szerintem elkészült és jó. Különböző veterán felfutókon, találkozókon, ilyen-olyan rendezvényeken fogunk vele részt venni. Illetve nem kizárt, hogy egy-egy ilyen kisebb repülőteres versenyen, rally sprinten, ilyesmi leindul, de maximum ennyi. Nézd, nagyon köszönjük, hogy elhoztad. Szerintem nem tudunk más csak gratulálni hozzá. Ez egy elég erős kezdés volt ennek a szériának. És bízunk benne, hogy hasonló nívóval folytatjuk. Úgyhogy Béla, ha nem tudnál mást hozzátenni. Én egy ilyet tudok hozzátenni. Nagyon kellene az autó, nagyon jó az autó. Gratulálok ahhoz a munkához, amit te meg még akár az előző építők beletettek. Nagyon jó, kívánatos kis darab, és hát ja, a legfontosabb, hogy tud megtartani ezt az állapotát, mert ez tényleg, én már egy kicsit féltenék. Igyekszem, vigyázzon kell én is. Így van. És ha tetszett a műsor, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk egy Suzuki-val. Ez itt a pedig jó ötletnek tűnt, az eskügyári Arroata, ahol Béla az évek alatt összegyűjtött műszaki érdekességek? De így van, udvariasan. Udvariasan érdekességek, kevésbé udvariasan elszúrások gyűjteményéből szemezgetünk, hogyha már ott a kint az általunk meghívott autókon nem látunk olyan extrém dolgokat, itt azért láthatunk néhány delejesebb trükköt. Úgyhogy, így van. Ha már a mai egy ladás adás, akkor kezdjük is. Igen, a Lada nagyon széles kultúrával rendelkezik, tényleg 50 éves megoldások vannak a tuningban is,
És ugye amikor átnézzük egy autót, vagy látunk egy megoldást, akkor persze a veszélyeset azt megpróbáljuk kiszűrni. A rossz, az talán marad az autóval, azt ő a konstruktőr belevitte, és azt az antituningot valahogy elkövette. Itt egy jó példa. Te látsz ezen valamit? Bluetooth-os a kardántengely. Eleve, így van, meg a váltó is. És szerintem a neon sárga az nem passzol a piroshoz színben. Komoly gond. Komolyra fordítva a szót, Béla, tippem sincs. Arra van az autó eleje. Igen. Errefelé van a hátulja. Igen. Nem tudom, talán a Panhard Roadon van rossz helyen a feszítőcsavar. Az egyik dolog, hogy a Panhard Roadra tenni azt a feszítőcsavart, állító csavart nem a legjobb ötlet. Így van. Ez az egyik elem. Tehát az a megoldás, hogy a kritikus keresztmetszethez relatív közel, tehát a közepéhez igazítjuk a leggyengébb elemet, az egy nagyon téves döntés. Célszerűbb lenne a két végén állítható megoldást használni, és a rúd forogna, tehát abban lenne a baljobb menet. Itt ugye a baljobb menet az ennek a két kis darabon van, és középen ott, hát nem a legerősebb megoldás az, ahol... Nem tűnik igénytelennek, hiszen fellazítod a kontrákat, és utána tudod állítani egy villáskulcssal. Így van, a középső elemnek a forgatásával tudod állítani aztán az egészet. Aztán pedig lekontrázod. És lekontrázod. Csak szilárdságilag nem a legmegfelelőbb. Tehát ha ezzel szemben a két végéhez lenne ez az egész rögzítve, akkor sokkal jobban járnánk. De tippen van még egy, bocsánat. Van még több is, de mondjuk jó megoldást is említsünk ki, például ez a merevítés azzal a mély nyomott lemezzel. Itt is ugye el van távolítva a hídtól a Panhard Road, hogy legyen elég hely a lengés csillapítónak és különböző rudaknak. Az egy jó megoldás, de speciál ez ennél jobb is lehetett volna. Van egy másik tipped? A másik tippem, a stabrút konzol, az hát elég durván veszted vele a hasmagasságot, hogyha így áll. Ez az egyik komoly problémája. Így van. Tehát, hogyha ezt a háromszög elemet így ide behegezted, akkor lejjebb kerülsz lényegesen, mint a differenciáműháznak a legalsó pontja. Ez itt elakad. Főleg, így hogyha van. Mondjuk rally felhasználásra tervezed. És ez láthatólag a nagy differenciálmű, tehát ez nem az eredeti ladahidas, ez már eleve nagyobb, és még itt középen ez le is lóg, plusz még a konzol is lelóg, pontosan ez az egyik baja, de nézzük már meg azt a konzol csavart egy kicsit még jobban. Itt, amit kimered a világba? Az. Az pont előre néz, pont előre akad bele mindenbe, nagyon lelóg, és a menetet a kő azonnal elveri. Tehát azt ott szépen lecsavarni, szinte lehetetlen lesz. És ez most rossz megoldás, vagy veszélyes megoldás? Mert veszélyes abban az esetben, ha kitépem ennél fogva a hidat az autó alól. Ez így van, ez talán még a vezetőre annyira nem veszélyes, de mindenképp átalakítanám azt, hogy ez fölül legyen, a híd fölött nem könnyű megoldani, nincs sok hely, de tudom azt a megoldást választani, hogy ez a rész ne a hídon legyen, tehát a karosszériához rögzüljön, és a karok bekötése legyen a hídhoz kötve, akkor már eleve csökkentettem a rugózatlan tömeget, tehát a rúd a karosszériához bekötve sokkal előrébb, sokkal kevésbé zavaró helyen, és akkor hátul pedig meg tudom tenni azt, hogy a két kart pedig hozzá kötöm a hídhoz, ugyanazt a kinematikát kapom, nyilván a bekötés függvényében, de ugyanúgy a két kart csavarásával tud működni a dolog. Szóval ezek olyan megoldások, amik nincsenek kellően átgondolva. Léphetünk tovább? Léphetünk tovább. Nem. Egyébként látod, rengeteg munka lehet benne, minden szépen lefestve, több színnel, gyönyörűen, de ha megnézed ennek a valószínűleg az akkumulátor rögzítésnek a csavarjait. Ott fönt, mutatom. Ott fönt az a négyet, így van, az a csomagtartó alja, hát ott is az a csavar, egy követ kap, bármit kap, már a menet olyan, hogy oldhatatlan. Így van, és ott talán kettős anyák vannak valahol, itt önzárót látsz, ott valahogy le van kontrázva, nem mondanám semmiképpen egy átgondolt megoldásnak. Értem. Így tiszta. Léptessem? Léptessünk, a következő képen ezeknek a részleteit láttad, igazából ez szemből, ugyanezt meg tudod nézni, tehát veszítesz a szabad magassággal, és az a két-két csavar, ami tartja ezt a kanyarstabilizátort. Ez pokor, kő,
járdapatka, bármi. De minek? Tehát eleve az a 20 mm vagy 30 mm, az fölösleges.